Mindössze egy vereséggel érkezett a több korábbi élvonalbeli játékossal megerősített Békéscseb a Nyíregyházára, ahol a hazaiak mindenképpen szerettek volna visszavágni az idegenben elszenvedett egypontos vereségért. Ennek szellemében kezdte a meccset a Sunshine Nyikse, 10 perc játék után 11 ponttal vezetett Kovács Tibor együttese. A következő két negyedben 4-4 pontot faragtak hátrájukból a vendégek, de a nyíregyháziak újítani tudtak, és a záró játék részben ismét dominálva megnyerték a rangadót. Tudtuk, hogy nehéz lesz. Az első fordulóban idegenben egy pontos vereséget szenvedtünk. Igazából ezt még most is nagyon-nagyon sajnáljuk, mert a végjátékban talán a mi butaságunk miatt ment ki kezünkből a győzelem. Úgy készültünk, hogy nagyon fontos mérkőzés lesz, és ez bebizonyosodott a találkozó során, hogy egy két közel hasonló képességű csapat találkozója volt. Én azt gondolom, a felkészülésünk is jól sikerült, a csapatmunkánk, és kiemelve a nagybetűvel a csapatot, úgy teljesítettünk, hogy mindenki maximálisan hozzá tudott tenni. Ha mondhatom azt, és kosárlabdában sokat jelent, hogy 10 pont fölötti dobásokban 5-en szereztek 10 pont fölött, tehát igazából tényleg csapatként nem csak egy-két kiemelkedő teljesítménye, hanem csapatként tudtunk az ellenfél fölé kerekedni. Mint a szakmai igazgató elmondta, sikerült egy olyan játékos keretet kialakítaniuk, amely több tekintetben is optimálisnak mondható. Az elmúlt 2-3 év tapasztalatát figyelve talán a legstabilabb játékos keretünk van, még akkor is, hogyha volt egy-két érzékeny veszteségünk az elmúlt évhez képest, de én úgy gondolom, hogy szerkezetileg is, korátlagot is tekintve most úgy helyén van a csapat. Az NV2 keleti csoportjának tabelláját a Deac Campus Fesztivál 2020 vezeti 9 győzelemmel és egy vereséggel megelőzve a 8-2-es mutatóval rendelkező Békéscsabát. A 7 győzelem mellett két vereséges szenvedő Sunshine Nyikse a harmadik helyen várja a 6. mezőberény pénteki vendégjátékát.